Sziasztok, Kömke vagyok. Budapesten voltam egy nívósabb kerületben megnézni egy ö, ikerfél házat, különálló családi ház. Saroktelek. Az ikerfél az egyik oldalról mászkál be, mi pedig a másik oldalról mászkálunk, tehát lehet azt mondani, hogy teljesen különálló családi ház. Hála Istennek a mérések alapján az is kiderült, hogy az ikerfél felőli ö, fal az nem közös, hanem különálló falak épültek teljesen ez a akkoriban eléggé ritka volt. Manapság is sajnos, de akkoriban, amikor ez épült, akkor pláne. Az ingatlan hirdetésben 94-es, 1994-es építést írtak, ami e, nem igaz, ugyanis az ablakokban lévő e, üvegbetét, tehát az ablak üvegek közötti üvegbetétben 1989-es e, dátumbélyegző szerepel, tehát 89-ben már az ablakokat berakták. Lehet, hogy 5 évig tartott utána, amire beköltöztek, és 94-től lakják, de a maga tényleges épület 89-ben már úgy állt, hogy az ablakok belettek építve. Ez egy elég fontos tényező, ugyanis a kettő között pont technológiában és mindenben eltelt annyi időszak, hogy bizonyos dolgokra következtetni lehessen. Az épület az körülbelül ilyen 70 négyzetméter arab területű, van egy pincerészünk, ami a domboldal miatt, tehát a lehetős terep miatt lényegében a kert felé egy szúterén, egy teljes értékű szúterén. Van egy földszintünk és van egy emelt tértfalas tetőterünk. A szúterén szint teljesen száraz, kivéve van az épületben egy ilyen Akkoriban is divatos, meg egy kicsit később is még divatosnak maradt, ö, ilyen félstopp táblás alakú kiugrás a homlokzat felé. Na most itt beázást tapasztalható a pincénél is, illetve feljebb is ez problémákat okoz. Ezt javítani kell. Ettől eltekintve egyébként a, a pince az a pince szuteni szinte teljesen száraz. Fontos tudni, és fontos ö, Mindenféle szempontból, hogy az épületet több mint két éve nem lakják már. A gázóra alapján 23 ezer köbméter gáz fogyott 2015 óta. Na most, ha tényleg igaz az, hogy 2020 óta nem lakják, akkor 5 év alatt fogyasztott ennyit a, a, az épület. Az azt jelenti, hogy 5 évre visszaszorzott olyan 4500 köbméter körüli gáz. Az 7, más, két Körülbelül 2,5 millió forintnyi gázszámla. Régi gázkazánunk van, ö, a belső fűtési rendszer az részcsöves, ilyen modern ö, dizájn radiátorokkal. Abból következően, hogy a radiátoroknál porbeégési nyomok láthatók, szinte biztos, hogy nagyon magas előre menővel kellett fűteni az épületet, ahhoz, hogy ezekkel a radiátorokkal, illetve ezzel a nagyon vékony részcsöves fűtési rendszerrel egyáltalán kifűthető legyen. Tehát a fűtési rendszerünk az kuka. Használati melegvízrel lent volt a pincébe egyébként egy viszonylag nagyméretű villanybóler. Még keringető ágat is láttam, de viszont a belső vízvezeték rendszerünk az horganyzott csöves. Itt van jelentősége annak, hogy az épület mikor épült, hogy 89 vagy 94, ugyanis 94-ben már azért zömében réscsöveket használtunk, KPE csöveket stb. Ez előtt viszont nagyon gyakran, ahogy ennél az épületnél is, még horgonyzott csövekkel készült a, a fűtési, vagy a vízvezetékrendszerünk. Fontos vízválasztó a villanyvezetékek szempontjából szintén az, hogy mikor épült, ugyanis 90-es években, tehát 89 körül még lehetett kapni alóvezetékeket, de már lehetett kapni részvezetékeket is bármelyik lehet igazából az épületben, szerencsére rész van, sajnos viszonylag kis keresztmetszeti méretekkel, az akkori szabványoknak megfelelően, de át lehet húzni legalább az egész rendszert. Három fázisunk van, nem szabványosított a mérőóra szekrény, Fírelének nyoma sincs, életvédelmi fírelének. kis megszakítóból van egy pár a villanyóránál. Födémünk az elgerendás bélés Főfalakkal viszonylag elég jól dúsított sajnos az épület, és, és hát boltívesre van kialakítva a főfalnak az elválasztói. Ezt a vevőjelölt meg szeretné szüntetni, tehát ez egy kérdés volt, hogy vajon megszüntethető-e a dolog. Megszüntethető viszonylag sok pénzből sajnos, de ki lehet iktatni a, a, képletből ezeket a boltíves kialakításokat. A nyilánzárók azok 89-es salgó üvegezésű ablakok, se nem záródnak jól, nem jó a fából vannak előregedettek, felújításuk, tehát felületi felújításuk is szükséges, de egyébként totál az egész. Az épület az hőszigeteletlen, teljesen. Érdekes, hogy a tetőtérben az összes falat gipszkartonozták belülről. Ezt vagy utólag építették be ezt a tetőteret, vagy pedig merőben szokatlan módon már a 90-es években is alkalmazták ezt a szárazvakolatos technológiát. És e, gipszpogácsákkal van felragasztva, ez látszódik a hőkamerás felvételeken, illetve a, a, a is át, átütött bizonyos helyeken. Mögötte látszódik a e, beton koszorú, illetve a tértfal pillérek, tehát magában a szerkezetileg az épület az, az teljesen jól van megépítve. Viszont a, Belső gipszkartonozásnak köszönhetően ezek mögött azért penészedés is lehet szellel is, ahogy tapasztaltam, benyúltam az egyik konnektornál, és egyből éreztem, hogy van légmozgás, valamint euh, látszódik, hogy át is ütött a gipszkartonon a gipszpogácsának pogácsának a, a felülete, és oda, hogy mondjam, oda ráízott a por a gipszkarton felületre. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy a gipszkarton a gipsz pogácsa előtti részen átnedvesedett, és ezen a nedves részen, ahol látszódik a pogácsa, oda a por szépen rászállt, és hát belekötött. Az egy dolog, hogy nincsen a, a, a tisztasági festés megcsinálva, meg egyebek, ez akkor is látszódik, én a hőkamerán látom, ez a hosszú távú következménye annak, hogyha a, a ragasztott pogácsás gipszkartonos Száraz van belülről, és kívülről nincs hőszigetelve az épület. A tetőben 10 centi üveggyapott hőszigetelés van, látszik a hőkamerás felvételekkel, hogy meglehetősen hőhidas az egész. Fönt a padlástéren felmenve a padlástérre, ott az látszódott, hogy viszonylag sűrűn vannak a szarufák, tehát majdnem 50 centinként vannak a szarufák, 10-10-es keresztmetszeti méretben, beton cserépfedés van egyébként a házon kívülről. Uh, alatta van uh, tetőfólia, és terübe van deszkázva, illetve hézagosan van deszkázva az egész tető, tehát viszonylag stabilan, mereven meg van csinálva. Viszont ebből következően, hogyha szeretnénk a tetőteret normálisan kialakítani, és normális hőszigetést adni, akkor belülről le kell bontani mindent, és új hőszigetelést kiépíteni párazárással, új gipszkartonozással egyebekkel. Ezt rendkívül meg fogja nehezíteni az, hogy a belső oldalt is szinteteli bedeszkázták, tehát a mennyezetet is, illetve a felderészt is. Úgyhogy úgy néz ki a rétegrendünk, hogy cserép, tetőléc, elleléc, fólia, deszkázat, hézagos deszkázat, szarufa közötte 10 centi hőszigetelés, utána van egy ö, deszkánk, utána van egy tetőfólia, tehát nem párazáró fólia, hanem tetőfólia, és utána van erre rárakva a gipszkarton közvetlenül. Az a szerencse, hogy majd meg fogom nézni technikailag, de nagy valószínűséggel a deszka burkolat az maradhat a, a szerkezetbe. Tehát meg lehetne úgy oldani, hogy mivel egy kívülről deszkázás van, hogy a szarufa közöket kifújni cellulózzal, és belőre utána már rakni akár közegyapotott palóvás közé utána párazárást és egyebeket, és így nem, nem, fog problémát okozni a közte lévő ö, bent maradó deszkázat. Ezt majd otthon megnézzük a, a a páratechnikailag, hogy ez mit jelentene. A fürdőszobák, vízes blokkok azok szétverendőek, mert nem felel meg a mai kor igényeinek. Érdekesség, hogy a földszinten ö, nincsen vízes blokkunk, mármint fürdőszoba, csak egy WC, tehát van lent a szúterében egy fürdőszoba, mosókonyhával, egyebekkel kialakítva, fölötte egy szobát alakítottak és a fölött van a fölső szinten a tetőtérben a, a másik fürdőszoba, a földszinten csak egy WC került be. Nem biztos, hogy van jelentősége, ugyanis a földszinten ezen a bejárat melletti dolgozószobán kívül nincsen lakószoba, tehát csak egy nagy nappali van. Nem is biztos, hogy kelleni fog oda -e egyébként egy fürdőszoba, ha nem kerül hálószoba lentre. Ha számolunk egy kicsit, akkor azt kell mondanom, hogy amit meg kell oldanunk mindenképpen, ja, ami még fontos, hogy nagyon sok helyen kopognak a burkolatok. Falon is, tehát a burkolat is, illetve a padlóburkolatok is kopognak. Vagy a lakatlanságának köszönhető az épületnek, és ezért fagyott fel, vagy eleve gyenge minőségben készült, tehát teljes újraburkolás mindenképpen szükséges lenne minden ragasztott burkolatú. Mivel egy komplett felújításról beszélünk, ami bár szerkezetet nem érint, de minden mást igen, ezért nyugodtan lehet számolni egy 200-250 ezer forintos négyzetméter ára a földszintet és a tetőteret tekintve. Ha a lenti szúterén színből is lakótér lesz, kivéve természetesen mondjuk a kazánházat, de az egy, egy helyiség a sok közül akkor arra is szintén. Tehát ha így vesszük, akkor van körülbelül a szúterén meg a földszintünk az ilyen 140 négyzetméter, az emelt tetőtérben fönt van mondjuk ilyen 45-50 négyzetméter, tehát ilyen 190 négyzetméter. Tehát erre 50 milliót lazárá kell költeni, plusz ami nincs benne, tehát ebben a felújításban külső hőszigetelés, homlokzati nyílászárók, padlóburkolatok, festés, gépészet, tehát a víz, villany, fűtési rendszer, stb. benne van. Ami nincsen benne, az a, egy komolyabb hőszivattyú, tehát az erre rája mondjuk egy ilyen plusz 3-4 millió forinttal, gázkazán helyett. Tehát az alapárban egy ilyen 2 milliós kondenzációs kazán van engedélyekkel, kéménye minden együtt. Ennek a helyére jönne mondjuk egy 5 milliós hőszivattyú, egy split rendszerű, tehát ennek a felállát ki kell fizetni. Valamint, ami nincsen benne, az a tetőtérnek a komplett újravakolása, ugyanis ez a gipszkartonos burkolat, ezt én nem hagynám fenn semmiképpen. Egyrésztről a minősége is leromlott már, amiatt, hogy folyamatosan a hátulról kapja a nedvességet, másrésztről lehetnek ott penésztenyészetek meg egyebek, Harmadrészt a nagy része a gipszkartonnak úgyis le lesz bontva, mert a tetősíkot, tehát a padlás és a, a ferdesíkokat úgyis úgy is kell építeni a plusz hőszigetelés miatt. Tehát ezek nincsenek benne az egészben. Én azt mondom, hogy egy másfél millió forint lesz a fönti résznek a bontása, újra pluszban. Mivel egy elég ö, nívos kerületi kerületről beszélünk Budapesten, azt mondanám, hogy a vételárral együtt az ukrán háború előtt ez még megérte volna. Azóta viszont azért az ilyen ingatlanoknak, tehát aminek több mint 2 millió, két és fél millió a gázszámlája, jelentősen bezuhant az ára. Ezt az ingatlan most 140 millió árulják, ezt nagyon alsó hangon 120-ig le kellene alkudni, de én egyébként 100-ról indítanám az egészet, vagy 110-ről a, a vételt. Ami probléma, hogy az ikerház jellege miatt az ikerház szomszédnak, mivel közös, tulajdon, közös telken van az egész, elővásárlási joga van. Ha nagyon alacsony árat ajánl meg az ember, és ez kerül elfogadásra, akkor az elővételi jog alapján a szomszéd is ugyanazt az árat, ha kifizeti, akkor ő vitt el az ingatlant. Volt, aki már így járt a praxisomban. Nem feltétlenül jó dolog. Tehát én mindenképpen azt csinálnám a webőjelölt helyébe, és ezt is fogom neki javasolni, hogy ezeket, amiket én most leírok az ingatlan állapot felmérésével kapcsolatban, ezt meg kell mutatni a szomszédnak, hogy gyerekek, ez az ingatlan ilyen állapotú, ennyit kell rákölteni, hogy lakható legyen, ezért ennyi a vételára. Ettől függetlenül sajnos még mindig fennáll az, hogy lehet, hogy azt fogja mondani, ha mondjuk 120-ra sikerül lealkudni, lehet, hogy azt fogja mondani a szomszéd, hogy 120-at neki is megér, ezzel a kitétele, hogy rá kell költeni 50-60 millió forintot körülbelül. Mert hogy egyrésztről neki itt lesz a szomszédban egy nagyon jó kiadható ingatlan, másrésztről meg, mivel hogy egy időben épült a két épület, ismeri a műszaki paramétereit, tehát tisztában van vele, hogy melyik mennyit ér. Az ő része egyébként már külső szigítést kapott, meg, meg fel is lett újítva. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen lutré lehet. Az ingatlanos elmondása alapján Viszonylag sokan érdeklődnek az ingatlan iránt, egyébként az a 140 millió ebben a kerületben nem olyan eszeveszett ár érte. Viszont senki nem jött még vissza, és nem is hívta vissza. Hát az állapota alapján az ingatlanak gyakorlatilag ezt, ezt meg is tudom érteni. Árnövelő tényező és kérdéses tényező volt még, hogy az oldalkertben van egy ö, garázs, most azon gondolkodok, hogy 40 négyzetmétert írtak rá. Igen, nagyjából van annyi. Egy 40 négyzetméteres garázs, aminek szintén van egy pince szúteré része, és fölötte van egy könnyű szerkezetes felépítmény, ami két gépkocsóval be lehet állni. A pince szúteré része ennek a melléképületnek viszont nedvesedik, főként a sarkoknál ahogy néztem, a vízelvezetés nincsen megoldva az épület mellől, tehát közvetlenül odafolyik a sarokba az esővíz. Nagy valószínűséggel ez okozza a, ennek a ezeknek a sarkoknak a nedvesedését, mert nem olyan jelentős egyébként maga a nedvesedés. Ami kérdéses, hogy van egy 22 centi vastag monolit födémünk, a, ezen állnak az autók, és hogy a mai modern autók, tehát egy két tonnás autó, vagy három tonnás, ebből kettő darab, ezen a fesztávon, tehát ez az 540 x 7 méteres fesztávon egyáltalán az autónak a súlyát. Én most azt mondom kapásból, hogy igen, nem lesz vele probléma, meg fogok kérdezni a statikust, és hogy megnyugtató eredménnyel záruljon, és akkor ennyi. A könnyű szerkezetes felépítmény a garázsnak, hát olyan állapotú, amilyen, tehát garázsnak igazából oké, okay, nem fűthető, mert van egy favázunk, ami kívülről kapott egy betoni plaburkat, és gyakorlatilag ennyi, felülről meg egy zsindejfedést. Tehát ha ezt újra kell, újra kell építeni, mert szeretnének egy fűtött garást meg, meg nem könnyű szerkezetest, akkor itt bizony számolni kell egy 10 millió forinttal pluszban, ami, ami lesz. Van egy medence a kertben, egy kisméretű medence, mellette egy kisméretű gépészeti rész, Tele van fagyott vízzel, gyakorlatilag használhatatlan az egész. Én úgy gondolom, hogy felújítani is nagyon érdemes. Kúrva kőzött gyapot. Ezek alapján én nem vetném el az ingatlant, de jelentős ö, árengedményt próbálnék meg kicsikarni, aztán tett ujjakkal imádkozni, hogy a szomszéd ne éljen az elővásárlási jogával. Meglátjuk, hogy mit lehet belőle kihozni, meg mi lesz az eredménye.